A sport és a testnevelés elengedhetetlen minden gyermek életében. Éppen ezért jött létre a Fradi Suli program, amelynek célja, hogy a leghatékonyabb eszközökkel érjék el a különböző korosztályokat. A résztvevő gyermekek megismerkedhetnek a Ferencváros dicső és gazdag módjával, mindemellett interaktív és szórakoztató játékokon vehetnek részt. Ezúttal a taktaharkányi Apácai Csere János általános iskolába látogattak a sportemberek Karajc Balázs testnevelő tanár meghívására, akik 2x45 perces foglalkozás alkalmával mozgatták meg a gyermekeket. Ez a mai program a Fradi iskola programja keretén belül érkezett el hozzánk. Én találtam rá erre a programra az interneten, már harmadszor vannak itt. Első két alkalommal ilyen közönségtalálkozó jelleggel, most pedig már egy bemutató edzés, bemutató testnevelés óra. A gyerekek nagyon lelkesek, nagy örömmel fogadják őket, ahogy nyilván én is. Nagy boldogság ez nekik, hogyha olyan sportolókat láthatnak, akiket hétről hétre a televízióba, és nagyon boldogok ettől. Fradi Suli program keretén belül belépőjegyeket kapnak a gyerekeket az iskola futballmérkőzésekre, illetve a legelső Fradi Suli program keretén belül volt két vízilabdázó, Nyéki Balázs és Győri Farkas, velük azóta is jó a kapcsolat, és nagyon sok vízilabda mérkőzésre kaptunk már tőlük jegyeket, gyerekek is, illetve a tanári kar is egyszer vendégeskedett a Gyüllői úton. A résztvevőket Németh Kornél moderátor köszöntötte az iskola tornapályáján, akik egymás mellé és mögé felsorakozva ismerkedtek meg a vendégekkel. A trénerek között Pókos Csaba, mint U16-os utánpótlás edző, Horváth Roland segítő, Szűcs Mihály négyszeres magyar bajnok labdarúgó és a női labdarúgóklub legújabb amerikai származású sportembere Lenny Smith is tiszteletét tette. A gyermekek nagy izgalommal telve vágtak neki az edzők által adott feladatoknak, amelyek között futás, szalomozás és labdavezetés is szerepelt. A koordinációs feladatok nagyon fontosak minden gyermek életében, így elsősorban az ehhez hasonló feladatokra helyezték a hangsúlyt a trénerek. A diákok izgalmas csapatversenyeken mutathatták meg képességeiket, amelyet egy négyszeres magyar bajnok labdarúgó, valamint a Bajnokok Ligáját is megjárt sportember is felügyelt. Én azt gondolom, hogy az ilyen rendezvények, ilyen eseményeknek az is a célja, hogy minél szélesebb körben megismertessük ugye a Ferencvárost, a Ferencvárosnak a történelmét, és népszerűsítsük magát a klubot. És ha csak egy olyan kisgyerek megszereti ezáltal a klubot, aki mondjuk annak, lehet, hogy nem is fog futballozni a Fradiba, de csak a családjával együtt föl fog járni a meccsekre, és szurkolni fog a csapatnak, akkor már megérte. Nekünk az a feladatunk, hogy népszerűsítsük a sportágat, népszerűsítsük a sportot magát, hogy minél több gyerek fog sportolni, annál egészségesebben fognak tudni élni későbbiekben. Ez a program egyre kiterjedtebb. Én jelen pillanatban én személy szerint ugye először veszek részt, de nagyon örültem a felkérésnek, és tényleg megtisztelő volt az, hogy képviselhetem a Ferencvárost, és képviselhetem itt kisebb településeken is a klubot. Számomra ez egy olyan esemény, ami mindig jó esik, szerintem minden régi játékosnak a szívének, hogy még elmegyünk, és tényleg a klubot egy kicsit jobban megismertetjük a gyerekekkel, egy kicsit új impulzusokat tudunk adni, és szerintem ez nagyon fontos. A sportversenyek nagyon megizzasztották a diákokat, akik legjobb tudások szerint igyekeztek teljesíteni a feladatokat. Ugye először is nagyon tetszett, mert ugye nagyon jó csapattárs, tehát egy jó csapat van a Ferencvárosban, és akkor hát egy listavezető, mondhatjuk is, jobb, mint a Diózsért. Az első nap ugye a bemelegítéssel, azok, ami nagyon komplikált, de egybe volt egészen, majd pedig a technikusabb, akinek jobb okája van hozzá, annak jobban ment ez a feladat, és akkor pöckölgetni kellett. Voltak, amit gondolkodtak, de megpróbáltam felvenni a mesét. A mozgásos gyakorlatok után egymás elleni mérkőzés következett, amelyből mindenki aktívan vette ki a részét. A sportemberek célja, mint minden alkalommal, ezúttal is a gyermekek mozgás kultúrájának fejlesztése és a sport népszerűségének továbbadása volt. A labdarúgó összecsapás után a gyermekek ajándékkártyákkal és belépőjegyekkel is gazdagodtak a klub soron következő mérkőzésére, amelyet mindenki örömmel vett tudomásul. A foglalkozás végén pedig az elmaradhatatlan csata kiáltás sem maradhatott el. Hajrá! Hajrá!